A Méhecske Alapítvány több mint 10 évvel ezelőtt alakult meg Győrben, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő családokat és gyermekeket segítse. Az alapítványnak vannak, ugye, mivel 2007-től itt már 13-14 évről mindjárt beszélhetünk, vannak hagyományos programjaink, ami úgy kezdődik, hogy januárban mindig az ergométer verseny a fogyatékkal élők részére. Ez országos szinten szervezzük meg, és hát itt már Ausztria és Szlovákia is jönnek onnan is sportolók, és 100-120 sportoló vesz részt ezen a rendezvényen, amit most már utoljára az OSP-ben tartottunk meg, mert ott nagyon nagy a hely, és mindent tudtunk nekik biztosítani. Ugye ezeknek a sportolóknak, mivel sérültek, mindenki aranyérembe oklevéllel és ajándékkal részesítjük, tehát ebbe köszönjük meg azt a munkát. Az alapítványnál a sportolás mellett nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában rosszabbul teljesítő diákok segítésére is. Van az a pótvizsgára felkészítésünk, ami ugyanúgy hagyományként működik 13 éve Győr városában, az összes iskolának meghirdetjük ezt a lehetőséget, hogy akik valamilyen tantárgyból elégtelen jegyet kaptak év végén, azokat díjmentesen, tehát a szülőknek semmiféle költségben nem kerül, és mi felkészítsük a pótvizsgára. Hát ilyen 500-510 gyereknél tartunk már ennyi éven keresztül, ugye? Bérelünk helyet és biztosítja helyet a Széchenyi Egyetem számunkra, legtöbbször ott voltunk. Decemberben pedig pályázat segítségével 10, 14 és 25 év közötti sportolót támogattak. Az alapítványunknak voltak is, azt mondhatnám, egy kis összege, és akkor azon gondolkodtunk, hogy hogy lehetne sportolókat támogatni, és akkor ebből jött az, hogy igenis sportolókat fogunk támogatni. Egy pályázatot írtunk ki, ahol 1 millió forintot írtuk ki a pályázatot. Megvolt, hogy 10 nyertes pályázat lenne a tervünk, és minden pályázó 100 000 forintot kapna, amiből saját elgondolásuk szerint a sportra persze arra fordíthatnák. Itt volna az, hogy eszközök, ruházat, masszőr, pszichológus, gyúró, sportruházat, tehát kinek amire van szüksége, vagy tagdíjra. Az alapítvány elnöke elmondta, nehéz volt kiválasztani a sportolókat, hiszen rengeteg pályázat érkezett. A kezdeményezéssel szeretnének hagyományt teremteni a jövőben azért, hogy minden évben 10 sportoló munkáját tudják segíteni.